Több mint 5 éve foglalkozom ezzel az üggyel. Ugye itt vagyunk Lőrinciben, a volt Eternit gyár telephelyén. Nagyon sok ember meghalt sajnos a kék azbeszt szennyeződés következtében. Engem egyébként is megérintett ez a dolog, nem csak a probléma nagysága miatt, hanem a közelmúltban veszítettük el egyik pártagunkat alig 40 évesen, és egyértelmű, hogy ennek a mérgezésnek lett ő is az áldozata. Többször megszólaltam az országgyűlésben, magam is, képviselőtársaim is, és határozott kormányzati intézkedéseket kértünk, követeltünk. Meg is ígértek mindent. Itt van birtokomban egy ajánlattételi felhívás, amely arról szól, hogy közbeszerzési eljárás, tárgyalásos eljárást kell indítani, mert nincs idő arra, hogy mindenféle pályáztatással bíbelődjenek. Ebben az ANTS világosan leírja, hogy mi a probléma, hogy a felhagyott gyár területén olyan szennyező anyagok találhatók, amelyek emberéleteket is követelhetnek. Ráadásul itt a közvetlen környezetünkben családi házak, lakóépületek, óvoda, iskola, orvosi rendelő található. Ebből adódóan azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy azonnali beavatkozást kellett eszközölni, vagy kellett volna eszközölni. Ez az ajánlattételi felhívás, ez 4 éves. Itt vállalták, hogy a talajt kicserélik, a törmeléket elszállítják, szinte évente ide kijövünk a barátainkkal, és demonstráljuk, hogy itt vagyunk, azon túlmenően pedig fényképeket, videókat készítünk az állapotokról. Több mint 1 milliárd forintot fordítottak papíron ennek a helynek a rehabilitálására, rekultivációjára. Előírás volt a talajcsere, ahogy említettem, a törmelék elszállítása. Ha itt körbenézünk, szerintem a Csernobil című filmet le lehet forgatni, vagy legalábbis egy szíriai támadás utáni állapotokat lehet látni. Itt tonnaszámra gyülemlett fel a olaj, a pakura, itt döglött állatokat lehet találni. Egyéb iránt, amikor leparkoltam, rögtön egy méretes patkány üdvözölt itt ezen a telephelyen, és hát a lakosság egy része meg ilyen illegális hulladéklerakónak használja ezt a telephelyet. Itt mögöttem látható, ez nem Teodóra császárné fürdője, kérem szépen, még csak nem is római ásatások. Ezek a felhagyott telephelynek a váza, amiben megáll a vízpang, benne az olajos, mocskos víz, ezeket majd a felvételeken pontosan lehet látni. Tűrhetetlen, elfogadhatatlan. Megyek tovább, nem fogom hagyni, hogy a gyerekeink életét nyomorítsák meg ezek a gazemberek. Tessék tételesen bemutatni, hogy mire fordították ezt a több mint 1 milliárd forintot. Az akkor látható építési törmeléket elszállították, és bizonyos helyeken pedig tudomásunk szerint a meglévő törmeléket szétterítették. De hát itt komoly beavatkozás nem történt, nincs nyoma annak, hogy itt talajcserét hajtottak volna végre, hiszen a dokumentációból az derül ki, hogy legalább 10 cm vastagságban ki kellett volna cserélni a talajt ezen a telephelyen. Egyéb iránt pedig egy borzasztó nagy területről van szó, itt szinte a városka kellős közepén. Egy rehabilitáció után egy bármilyen hasznosításban, akár ipari park, akár napelem parknak lehetne felhasználni ezt a területet, és akkor nyilván szükség lenne a rendbetételre is. Azt hiszem, hogy ezt nem kell különösebben magyarázni. Most ez itt egy ganélytelep, tehát nem tudok jobb szót erre használni, ez egy ganélytelep. Az állami népegészségügyi és tiszti orvosi szolgálata következőket állapította meg. Az ingatlanon található hulladékok között azbesztet tartalmazó hulladék jelenléte igazolást nyert, továbbá a telephelyen hulladékfém gyűjtők rendszeresen előfordulnak, akiknek tevékenysége folytán az azbeszt is kerülhet a levegőbe, valamint a telephely közvetlen környezetében lakóépületek, óvoda, bölcsöde, orvosi rendelő is található. Továbbá azt írják, hogy a levegőbe került azbeszt belélegezve
a tüdő mélyebb légútjaiba kerül be. A hosszú, vékony azbeszt kristályok rostok formájában belélegezve a légutak legszűkebb szakaszaiban elakadnak, de lejutnak a tüdőhólyagocskákba is, ahonnan kijutni már nem tudnak. A tüdőben elakadó azbesztrostok idővel krónikus gyulladást idézhetnek elő. Ennek következtében DNS károsodás, megváltozott gén expresszió, majd végül daganatos transformáció alakulhat ki a sejtekben, a tüdőben, valamint a tüdő és a mellkas, has, a szív és a vékonysavós hártyáin is kialakulhatnak rosszindulatú daganatos megbetegedések. A kórjóslata rendkívül rossz. Kérem szépen, hogyha ezt valaki nem érti meg, és nem háborodik fel azon, hogy most már 5. éve ilyen körülmények között kell itt embereknek élni, innen 30 méterre, az út másik oldalán. Egyszerűen azt hiszem, hogy ez tűrhetetlen. Itt, ahogy említettem az előbb, valakinek ezért felelnie kell. Több mint egy hete bejelentést eszközöltünk munkatársainkkal ennek a konkrét ügynek a megoldására. Fülük botját sem mozdították a hatóságok erre. Tűrhetetlen.